Ingellékenység, szomorúság, érdektelenség, iskolai teljesítmény romlása, kortársaktól való elfordulás, táplálkozási zavar. Többek között ezek jellemzik a depresszióval küzdő fiatalokat. A tüneteket könnyedén össze lehet keverni a tínédzserekre amúgy is jellemző levertséggel, a kamaszkori krízissel, ezért fordul elő gyakran, hogy a diákok depresszióját kevésbé veszik észre barátai, tanárai és szülei, mondja német Adrien, gyermek- és ifjúságpszichiáter. A depresszív epizódoktól az időtartam, a tünetek súlyossága, illetve a funkcióromlás mértéke, vagyis az, hogy mennyire tud valaki helytállni az iskolában, a kortárs közösségekben, mennyire érdeklik az addig szívesen végzett tevékenységek, az egy nagyon fontos elkülönítési szempont. A szakember azt mondja, egyre több fiatalt érint ez a betegség, 100 gyerekből 3-8 kiskamasz küzd gyermekkori depresszióval, ami akár öngyilkossághoz is vezethet, ezért fontos a betegség minél korai felismerése és kezelése. Ebben pedig kulcsszerepet játszanak a krízishelyzetben levő emberekkel leggyakrabban találkozó szakemberek, mint a háziorvosok, pszichológusok, tanárok. A depresszió gyógyítható, gyermekkorban a kognitív viselkedésterápia, a családdal való együttdolgozás a leghatékonyabb módszer. Kamaszoknál pedig az élményközpontú terápia, önismereti csoportok vezetnek eredményre. Sokat segít, ha hasonló helyzetben levő kortársaikkal megoszthatják élményeiket. Az országos statisztika szerint egyébként évek óta csökken az öngyilkosságok száma, csak a fiatalok és az idősek közt nem. A 20 év alattiak és a 60 év felettieknél évről évre nagyjából ugyanannyian követnek el öngyilkosságot.